Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb unboxing videóban. Hosszú idő után újra lett valami. Egy Asus DirectQ 2 Top Radon R9280X. Égővel fogunk felvenni a videót, mivel elég sötét van a szobában. Tehát amit tudni kell róla, hogy ez stabil, egy overclockolt videókártya, 3 GB GDDR5 memóriával, támogatott minden frinc-franc hülyeséget, 384 bites a széles sávszél, ez most jó hülyén mondtam, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy DirectX 11.2-vel, ami majd DirectX 12-t is fog tudni, az oldalán a doboznak olyan nagyon semmi érdekes nincs a fontosabb tudnivalókon kívül. Mondják itt, hogy 20%-kal jobb a hűtő teljesítménye az átlagos videókártyákhoz képest, ami gyakorlatban ugye nem annyi, de mindegy. Van hozzá majd külön szoft, DigiVay RAM-ok vannak, tehát sokkal szolidabbak, mint általában. Olyan nagyon más semmi érdekesség nincs a dobozon. Azon kívül, hogy hatalmas. Szanaszéjjel reklámozzák az új hűtési rendszerüket. Tényleg valósággal gyorsabb, vagyis jobban hűt, mint átlagos videókártyák, tehát hűvösebb, de azért nem egy olyan nagy egetrengető különbség azért nincs. Fontos tudni erről, hogy a top verzió az gyorsabb az átlagnál, mivel ezeknek az órajelei sokkal nagyobb. Ha van egy 1700, vagy nem, 1070x6400-as frekvenciákon dolgozik a videókártya. Hát kivesszük a dobozból, egy ilyen szép fekete dobozba találjuk új ismét, amit tovább lehet bontani. Itt benne megint van egy fekete kis lapos doboz. Megnézzük ennek mi a tartalma. Van benne egy tápkábel, egy 8 és két 6-os csatlakozóval, illetve egy speed setup, amit nem fogunk használni. Egy cross csatlakozó, ezt se fogjuk egyelőre használni. Telepítő CD, ezt se használjuk semmire, más nincs a dobozban. Fúhat tömítés. És itt van maga a videókártya, ami a lényeg. Ami egy brutálisan nagy cucc egyébként. Leteszem a kamerát egy pillanatra. Ez egy gyors unboxing lesz, mivel rengeteg dolgom van még, de azért mégis itt van. Tehát itt van 280X, hatalmas darab, hatalmas hűtőcsövekkel, két különböző ventilátorral, szóval látszik rajta, hogy nem egyforma, fent a DirectQ 2 felirat, egy 6-os és egy 8-as csatlakozó áramra. A hátulja ugyancsak hatalmas. Tehát a 7870 OC-hez képest, ami eddig volt, hát ez mérföldekkel nagyobb nála. Csatlakozók terén van egy DisplayPort, HDMI és két DVI-D természetesen, így a 4K-s felbontást is bírja 60 Hz-en. Hát többnyire ennyi lett volna az unboxing, majd még jönnek. Egyelőre ennyi. Sziasztok!